akkora a sofőrhiány a BKV-nál, hogy a cég szerelőket, mérnököket, irodai dolgozókat is bevet, hogy elég járművezető legyen szolgálatban. A BKV szerint a besegítő sofőrök minden olyan képességgel rendelkeznek, amellyel a főállásúak. Nemes Gábor szakszervezeti vezető a vendégünk. Na most elmondok önöknek egy titkot. Ez egyébként nem akkora titok, ezt én már egyszer meséltem a sajtóban, hogy én gyerekkoromban nagyon szerettem volna buszvezető lenni. Álltam és néztem csodálva a buszvezetőt. Ott álltam a kis fülke mellett az ajtóban, és oda-vissza végállomástól végállomásig mentem. És most látom, hogy ez megvalósulhat, mert nekem van egy jogosítványom, jó B-kategóriás, most mondd már. És hát boldog-boldogtalan lehet buszvezető a BKV-nál, csak irodistának kell menni, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Ez ilyen egyszerű vélet? Én ott tartottam még, hogy mindenféle kritériumok vannak. Különleges jogosítvány, különleges pályalkalmassági vizsgálat, már semmi nincs. Jó estét kívánok! Szerintem szeretettel várják Önt is a BKV-nál. Pompás. Hiszen éppen itten a hirdetéseket olvashatjuk, mindjárt bruttó 400.000 forintos átlagfizetést ajánlnak. Úgy tűnik, hogy nyilvánvalóan egy autóbusz jogosítvány kell hozzá. Természetesen vannak olyan belső tanfolyamok, oktatások, képzések, amiket szintén el kell végezni, illetve az Ön által is említett PÁV 2-es kategóriát meg kell szerezni. Na hát hétfőtől csütörtökig vezetem az egyenes beszédet, és akkor hétvégén másodállásban a 15-ös buszon ülök. Így van, hát tulajdonképpen azok a belső munkavállalók, amikre ebben az esetben épít a BKV, pontosan erről szól, hiszen elvégzik a saját munkájukat, és ez mellett utána pedig kiállnak forgalomba. Azt, nagyon pihent, vesz? Egyáltalán nem a saját munkájától elfáradt emberek ülnek a volánhoz? Hát az, hogy ezt rendszeresen, főleg a 200-300 fős hiányra építve próbálják szajkózni, és úgymond szolgálatba állítani, én azt gondolom, hogy ez veszélyes és nagyon kockázatos. Na, most komolyan kérdeztem, nem esőbb, várj neki nátra. Ledolgozza az ember a 8 órát. Így van. Az az ő munkája. Ezért fizették eddig, tehát azt feltételezem én, hogy a BKV úgy gondolt, hogy ott valódi munkát végezés, nyilván kellemesen elfárad a munka nap végére. Ezért utána van. Átöltözik, és elmegy a buszgarázsba, és beül egy buszba, és még, mit tudom, 6 órát buszt vezet? Erről van szó. Tehát azt mondjuk akkor olyan 14 órás munkaidő? Tulajdonképpen igen, tehát kvázi így próbálják kijátszani azt a helyzetet, hogy amikor itt nem a belső besegítőkről beszélünk, hanem külső, tehát más cégeknél dolgozó munkavállalókat próbál ilyen módon alkalmazni a BKV, akkor sajnos ez a szituáció jelen van, hogy akár 14-16 órákat is egy dolgoznak. Egy buszvezető főállásban, kinek ez a munkája, milyen beosztásban dolgozik, hány órát vezethet egy nap? Hát nagyon változó, tehát délelőtt, délután, éjszaka, hétvégén, pihenőnapokon napi 10-11 órát is dolgoznak, de viszont adott esetben nagyon sok pihenőnapot is elvesznek tőlük az utóbbi időben, nem véletlen, hogy az elmúlt 10 hónapban már közel másfél hónapnyi túlórát, vagy túlórát teljesítettek. Azt kifizetik? Ezt természetesen kifizetik, de egyre több kollega jelzi azt, hogy nem kívánnak túlórázni. Tehát inkább most már a szabadidőt nem feláldozva a családjukkal szeretnék tölteni ezt az időt, és a helyzetet mutatja azt, hogy a BKV a kommunikációjában folytatottak ellenére nem készült fel a metróportlásra. Az elmúlt évek tendenciáit nem sikerült helyre tenni, amikor is 2013-ban létszámlépítés hajtott végre a vezetői soron. 2014-ben az agglomerációra elvétele során több száz munkavállalót irányítottak át azon szolgáltatókhoz, akik ezt a feladatot végzik. Tehát a BKV elveszítette ezt a kölcsöt, hiába irányít most ki szerelőket is. Uh-huh. Tulajdonképpen a szerelő szinten is munkaerőhiány van. Hát ez tovább fokozza a problémát, hogy nem elég, hogy saját munkáját is kell teljesíteni, akinek még onnan el is van munkaerő. Ez pénzkérdés, amiről beszélünk, vagy már nincs munkavállaló sem? Munkavállaló sincs, illetve az elmúlt évek tendenciája az, hogy a munkavállalók elfordultak ettől a szakmától. Abból mi lett, amikor azt hallottuk, mikor volt az egy éve, másfél éve, hogy Bécsbe mennek a bécsi közlekedésválaszhoz buszt vezetni? Igen, a budapesti buszvezetők. A tendencia ez most is fennáll, hiszen nagyon sok kollega megy ki akár Ausztriába, akár Németországba is munkát vállalni, tehát nem véletlenül magas a fluktuáció a BKV-ben. És ők mennyit keresnek?
Bécsben 1750 nettó eurót keresnek, ami azért nagyságrendekkel magasabb, tehát nem véletlen, hogy nem is elrugaszkodott dolog az, hogy itt bruttó 400 ezer forintos átlag keresetet keresnek. Ami hát nem nettó, tehát a bruttó ami az... ráadásul így van bruttó. Nagyjából ezt... a kétszeresét keresik meg akkor Bécsben, mint Budapesten. Igen, igen, csak éppen majdnem nettóban. Pontosan, de itt azért nyilvánvalóan probléma az, hogy becsapják a dolgozókat. Tehát a hirdetésben megjelenő összeget a fiatal kezdő munkavállalók nem tudják megkeresni. Képtelenség. Akik hát, pedig... hát oda van írva, mi van oda írva? Hát az van oda írva, hogy a konkrét ajánlat, hogy havi bruttó 400 000 forintos átlagfizetés. Ja, hogy átlagfizetés. Az tehát nem dolog... az én átlagfizetése, hanem átlagosan ennyit fizetünk az embereknek. És akkor, hát az enyém az sajnos csak 200. De hát a legalacsonyabb órabérrel felvett munkavállalók nem fognak tudni ennyi pénzt megkeresni, még túlárákkal is. És ha a BKV azt a felelőtlenséget vállalja föl, hogy előre beígéri, hogy majd túlóráztat hónapokon keresztül valakit, és így lehet esetlegesen majd megkeresni ennyi pénzt, hát az életveszély. De hát nem is ezt ígéri. Hát ugye a hirdetésben nem az van, hogy túlórákkal ennyi, hanem hát az van, hogy ennyi, és punktum. Így van. Hát ezért háborodtak föl a dolgozók, akik már évek óta itt dolgoznak a BKV-nál, hiszen ilyen formában nem keresik meg ők sem. És az hogy van? Az igaz, amit Szabó Istvántól, aki szintén egy szakszervezeti vezető, tudunk, hogy van olyan, aki elmegy szabadságra, mondjuk kivesz 3 hét szabadságot, és közben ül a buszon? Ilyenre is lehet példa. Tehát kapja a fizetését, miközben szabadságon van, és ül a buszon újabb fizetését. És ez nem szerencsés, hogy tulajdonképpen valaki azt a szabadságos időszakot, amit pihenésre, családjára kellene fordítani, azt ilyen formában munkával tölti el, de ez igaz olyan formában is, hogy adott esetben nem szabadságot vesz ki, hanem mondjuk a szabad idejéből, vagy éppen szabadságból teljesen más területen dolgozik, mert nem lehet megélni ebből a fizetésből, ebből a keresetből. Az mennyire biztonságos, és nem akarok riogatni senkit, csak gondolkozom hangosan, hogy valaki ellátja a rendes munkakörét, dolgozik, ami dolgozik, 8 órában, és utána elkezd egy másik munkát, ami sokkal felelősségteljesebb, mert hát ül a buszon, és emberek életéért felel. Egyszer-kétszer ez nyilván kaland, izgalom, érdekesség, de amikor ez folyamatosá válik, ez egy iszonyatos teher és munka. Így van, ezt hosszú távon nem lehet végrehajtani, és ezt nem is lehetne engedni, mert itt nem csak azokról a munkavállalókról van szó ebben a formában, akik valóban a munkájuk után éppen autóbuszvezető feladatokat látnak el, hanem éppen az autóbuszvezetők körében is, akik tulajdonképpen annyi módon leterheltek, hogy már a törvényes túlóra keretek határait súrolják. A kamionosoknál tudjuk, hogy minden módon szabályozva van, hogy mennyit vezethetnek, hogy egy húzamban mennyit, hogy egy nap alatt mennyit, ott a tahográf ezt méri. A rendőr megállítja az első között valamit, ellenőriz, hogy mióta ül a volánnál. A buszvezetőknél nincs ilyen? De hát természetesen a kollektív szerződés rögzíti azokat a szabályokat, amelyek között kell foglalkoztatni a kollégákat. Viszont... Mennyit kell, mennyit lehet egy nap vezetnie? Egy nap 10-11 órát lehet vezetni, ez attól függően. És van, aki többet vezet? Nem, ez biztos, hogy betartásra kerül ez a szabály. Tehát nem vezethet formában... 11 óránál többet, de az belefér, hogy valaki 8 órát dolgozik, és utána 6-ot vezet. Illetve konkrétan az van, hogy a vezetéssel töltött idő azért kevesebb, de a munkaideje lehet maximálisan 11 óra. Tehát ilyen formában inkább az a probléma, amikor a következő nap is dolgozik, vagy 9. nap is dolgoznia kellene, de szabadidőt vagy pihenőnapot nem. Azt olvasom, hogy 353 buszvezető mondott fel 2016-ban. Ők hiányoznak most? Hogyne hiányoznának, hiszen ez a szám azt mutatja, hogy nagyon magas a fluktuáció. Tehát hiába vesznek föl, vagy tudnak fölvenni újabb kollégákat, közben a régiek folyamatosan mennek el, mert azok az ígéretek, amik elhangzanak, azok nem válnak valóra, és azért éppen akár külföldön keresnek. Kérdeztem, hogy pénzkérdése, mondta, hogy hát nagyjából igaz. Kinek van erre pénze, hogy embereket jól megfizetve feltöltsék az állományt? Hát a mai napig nem megoldott a finanszírozás, ami a közösségi közlekedést illeti. Ez BKV ügy, BKK ügy, főváros vagy kormány? Ez kormányügy is. Tehát sehol Európában nem mondható az, hogy az állam háttérbe szorul és kivonulna ebből a szektorból. Igenis az államnak ugyanolyan szerepe van és feladata, hogy ebbe pénzeszközöket biztosítson.
ez a hármas felállás, ami igaz Európában, az állam, kormányzat, illetve az önkormányzat, régió és az utasok. Tehát nem az utasok terheit kell növelni, hanem azt a 40% fölötti szintet, amit az utasok megfizetnek a jegy- és bérletárakkal, azt le kéne inkább picit faragni, és 30-33%-nál nem kéne többet terhelni rájuk. Abban biztos, hogy mindenkinek, aki buszra kerül, van buszvezetői jogosítvány? Az természetesen biztos. Már hogy szerelőkről, mérnökökről, irodistákról van szó. Szóval, irodistának minek lenne buszvezető jogosítvány? Itt arról is szó van, hogy részben akár valaki, aki autóbuszvezető volt, akár az egészségi állapota hozta elő, hogy más munkakörben kezdték el foglalkoztatni. És most hirtelen meggyógyult. Vagy netán, hogy mondjam, a ranglétrán előrelépve olyan feladatokat kapott, ami már nem az autóbuszvezető, hanem alkalmazotti vagy egyéb beosztásokban teljesít szolgálatot forgalmi területen. Na, még egy ronda kérdés. Magától megy vissza a BKV dolgozója a kényelmes irodai székéből a buszra vagy utasításra? Hát amik hírek megjelentek, egy darabig egy bizonyos szinten úgy tűnik, hogy magától vállal ilyen munkát, de egy bizonyos szint fölött én ebből a híradásokból azt vettem ki, hogy próbálnak nyomást gyakorolni rájuk, hogy segítsenek be ilyen formában, és nem biztos, hogy ezt szívesen megteszik. Hát, hogy pincér nincs meg, szakács nincs meg, egy csomó szakmában már nincs ember, ezt kezdjük megszokni, a buszvezető sincs, illetve ilyen bot csinálta visszatérő, meg most kedvem van alapon buszvezető ül a sofőrszékben. Azért ez nekem veszélyesnek tűnik, de le legyen igazam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.